utakkal, piramisokkal. Mi van? Attól függ, ugye, hogy mekkora felbontást használunk, ez a 24 négyzetkilométer valószínűleg arra a teretre vonatkozik, ahol a marsjárok mentek. Legnagyobb felbontásra 20-30 cm dolgoznak. Az egész Mars bolygó már a 60-as években igazából föltérképezésre került, csak nyilván más-más léptékben. A piramisok különböző városi képződmények kapcsán érdemes a Mars Google programját forgatni, hiszen mutattam is olyan képeket, ahol ezek az objektumok bizony ott vannak. Tehát mindenkinek nagyon jó búvárkodást kívánok, mert nagyon sokszor amatőrök, úgymond amatőrök találnak olyan rendkívül fontos felfedezéseket, meg dolgokat, amit esetleg más nem vesz észre. Tehát szabad a pálya mindenki előtt. Köszönöm szépen! Két előadás is foglalkozott energetikai kérdésekkel. Joggal vetődik fel, hogy Magyarországon a kutatások, ha ilyen állapotban vannak, akkor egyáltalán hol várható az, hogy bemutassanak bármilyen olyan szerkezetet, amelyik a befektetett energia többszörösét képes előállítani. Nekünk van ilyen. Van. Most már. Múltkor is bemutattam. Az, ami most sokkal jobb, az már nem publikus, de van. És remélem, hogy megkapjuk azt a pénzt, amit állambácsi megítélt nekünk egy évvel ezelőtt, 250 millió forintot, de ellopták. A pénzt vagy a... A pénzt. Ja, pénz. Magyarországon vagyunk. Jó, te valamit akarsz hozzátenni? Én a tavalyi konferencián bemutattam, hogy 3/16-ból 3,5 wattot állítok elő, ez méréssel is lett igazolva. Több olyan találmányom is volt, ami több energiát mutatott a kimeneten, de az, hogy teljesen otthoni felhasználásra még nem tudtam visszacsatolni, de van őszintén. Tehát dolgozom rajta a nagy örövvel. Most, ami lemaradt az eladásomból, sajnos az idő rövidsége miatt, vagy túl sok mindent próbáltam, vagy szerettem volna bemutatni, úgyhogy a jövő évi konferencián pótolni fogom ezeket, úgyhogy ezért elnézést kérek. Ott több mint 10 kutatási vonalamat mutattam volna be, ott gyorsan át is lapoztam, amik olyan jelenséget mutatnak, hogy több energiát tudunk kicsatolni a kimeneten, mint a bemeneten. De igazából az a helyzet, hogy ezek az energiák más jellegűek, és amikor visszacsatoljuk, nem úgy viselkedik, mint a hagyományos energia. De remélem jövőre már hozom a készüléket olyan. Köszönöm. Parancsolj. Magam is foglalkozom ilyen kísérletekkel, több mint 20 esztendeje. Volt egy projekt, amiben Egevi doktor segített engem alkatrészekkel. Ő annyit segített rajtam, hogy bezárt egy zsákutcát, amiből rájöttem, hogy nem azzal járható. Azóta keletkezett még egy modell. Azzal azt tudtam elérni, hogy egy vasúti szerelvényt a helyről lehet úgy engedni, akkor a fétuskó, mert minden mennyiségű energiát benyel, de ez nem azt jelenti, hogy a következő generáció nem fog energiát termelni. Köszönöm. Ennek a konferenciának az a alcíme, hogy 20 év a magyar UFO-kutatásban, akkor a magyar UFO-kutató szervezetek hogyan ítélik meg egyenként ezt a 20 évet? Kérdezném azoktól, akik egy-egy klubvezetőként vannak itt jelen. Akár kezdhetette is a Budapest UFO Egyesületnél, hogy hogyan működik most, és aztán mehetnénk a Jánosnál, mehetnénk. Sajnos a Budapesti UFO Egyesületről sok jót nem tudok mondani, mert olyan feltételek szabtak meg a számunkra, amivel a működésünket lehetetlenítették el, pillanatnyilag szünetelésben vagyunk. Én a Razzler Egyesület nevében nyilatkozhatom, és azt gondolom, hogy óriási lépés volt, hiszen annak idején csak egymás között és szamizdat szinten lehetett erről beszélni, és ma azért a hatalom egyre inkább idézelve térdre kényszerül, vagyis kénytelen lesz beismerni ezt a objektív valóságot, hogy idegenek már pedig léteznek és vannak. Úgyhogy én ezt nagyon pozitívnak értékelem, de elsősorban azért azoknak a társaimnak, kollégáimnak szeretnék megköszönni, és még egyszer a közönségnek, hogy ők ösztönöztek, ők pedig ebben a munkában aktív résztvétellel léteztek, és ezért nagyon sokban hozzájárult, hogy ez napvilágra kerüljön egyre inkább. Köszönöm.
Az EGRI Univerzum Klub képviseletében vagyok jelen. Elmondhatom, hogy a klub az első perctől töretlenül működik. Az érdeklődők száma némely időben cserélődik, de folyamatosan fennmarad. Hát eleve a sokféle megmagyarázatlan jelenség mindenkiben egy olyan kérdőjelet tett fel, aki találkozott hasonlóval, átélt, vagy hát inkább mindenképpen valami tapasztalatnak tenni, ami után már nem tud szabadulni a gondolatot, és mindenképp a végére akar járni. Hogyha esetleg a gondokról szeretnék beszélni, természetesen anyagiak azok mindenhol beleszólnak, tehát megpróbálunk fönnmaradni eddig sikerrel. Nagyon nagy vonzerő tud lenne a különböző sikeres előadók meghívása, és ez mondjuk ezt tartja fenn a klubot, mert arra bejönnek az emberek. Talán egy-két alkalom elég már klubtagok is lesznek, és egy közösség, ha kialakul és fennmarad, akkor mindenki úgy érzi, néha, hogyha felvetődik a kérdés, hogy igenis maradjunk együtt, és az azonos gondolkodású emberek bármilyen téma legyen, ez van szépen a UFO és parajelentés témája, amit mi képviselünk, az ilyen témákban mindig akkor érzik jól a hasonló gondolkodású emberek, hogyha van kivel megosztani a legújabb vagy legutóbbi témákat. Egy korábbi kérdéshez visszatérve, hogy gyógyító UFO-k léteznek vagy nem, igenis pontosan az ilyen klubokban gyűlnek össze olyan emberek és klubok, és sokszor első percről már 15-18 éve, hogy magának az most már nyugdíjas klubtagunknak bizonyítottan magzatrablása volt, a férje, tehát csak meg volt az ultrahang babával, aztán meg egyszerűen nyom nélkül, láthatóan minden nyom nélkül eltűnt. A férje műtétre volt, komoly műtétre előjegyezve, ment volna előtte, és azt mondta, hogy de nem megyek, hát itt voltak a barátaim, és azt mondták, hogy már meggyógyultam, és orvosok fogták a fejüket, hogy ilyen nincs. Szóval gyakorlatilag nem egy egyszerű, olvastam valahol, és akkor ilyen emberek jönnek össze, és ezt tetszik ez a téma, hanem gyakorlatilag ez meggyőződés. Tehát tényleg jó kérdés az, hogy hiszel az, hogy nem hit, ez meggyőződés többünk esetében. A Szegedi UFO Kontroll Hálózat kora megegyezik a Szegedi 4. dimenzió korával, tehát 19. éves. Annak idején a szebb napokat is megért korban, ugye még két napos rendezvények voltak Szegeden, aztán annyira megbátorodtunk, hogy vidékén Békés Csabán és Fégyházán is tartottunk UFO konferenciákat, mert ez ma már csak álom, hiszen a recesszió óta szinte képtelenség ezeket összehozni, ezért maradt a kutatás a helyszínen, és amit kb. 25 éve tart részemről, jelenleg ott tartok kb. 3-400 óra leforgatott videóanyagban, ebben az országban nem tudom, van-e még valakinek ennyi, amit önök mondanak el, mi történt önökkel. Sajnos ez a dolog is kell, hát hogy mondjam, nem működik. Ugye, mikor egy tankbenzin több mint 20 000 forint, és a szövetséget, a kutatókat senki nem támogatja, egyszerűen mindennek vége van, és akkor maradunk ott, hogy elmékedjük arról, hogy lesz-e kapcsolatfelvétel, veszik el a régi anyagainkat, hogy mit lehet ebből még összehozni, teóriákat állítunk fel, de egyre kevesebb embert tudunk megkeresni mondjuk az ország másik végéről, de vannak még hiteles történetek, és várom az alagút végén a fényt, hogy hát egyszer valami változik, és újra elindultak az ország másik végére hiteles történetek. Nem jött még a fény eddig. Köszönöm szépen. Debrecen a Magyar UFO Kutatóhálózat nevében. Én azt gondolom, hogy a UFO kutatásunkat a 90-es évek legelejétől körülbelül 2003-2004-ig lehet egy olyan felemelkedő, úgymond aranykorban tartani, amikor több száz esetet vizsgáltunk ki az elmúlt 13-14 év alatt. A legegyszerűbbtől a legerőteljesebb, eltérítéses esetekig gabonaábrák, felszíni ábrák. Rendeztünk Debrecenben 3 nemzetközi konferenciát, 1 országos konferenciát, de úgy vélem, hogy az UFO kutatásban elértünk egy bizonyos határt.
ami fejlődést tudtunk, tehát ami volt egy bizonyos fejlődési szakasz, megértettünk sok mindent, kutattuk, filozófáltunk rajta, hogy miért jönnek, mit akarnak, mit kezdenünk velünk, de azt gondolom, hogy a fejlődés innen tovább nem rajtunk múlik. Ugyanis ma már nincsenek kevesebb az eltérítéses esetek. Egyszerűen járkálnak itt felettünk, és a további fejlődés, hogy mi mennyit fogunk tudni róluk, az rajtuk múlik. Köszönöm szépen! A következő kérdés az szintén a földön kívüliekkel foglalkozik. Látnak, vagy láttok-e reális esélyt arra, hogy a földön kívüliek emberi alakot öltve köztünk éljenek? És hogyha ez így van, akkor elképzelhetője, hogy már beléptek az UFO szövetségbe is. Akkor talán Kalmár a szövetség elnöke, ő biztos tudja. Hát én itt tudtam meg, hogy idegen vagyok. Komolyan. Ugyanis Szlovákiából, bocsánat, magyar területről jöttek testvéreink, barátaink, és hát kerestem őket a sorok között, és nem találtam, és rájuk csörögtem. És Magyarországon az van kiírva, hogy magánszám, de náluk, hogy idegen. Amikor én hívtam, akkor azt jelentik, hogy idegen. Hát örömmel jelentem, én is most tudtam meg. Ennyit helyszínen. Köszönöm szépen! Igen. Mondani. Nem tudom pontosan hányban történt, hogy a mostani államkincstár helyén, akkor és még az alkotmánybíróság helyét is 92-ben volt egy-két vagy három napos UFO konferencia, és talán még a kedves nézők közül is emlékeznek néhányan, hogy volt ott egy svéd úr, nem igen. Tudom, mert pontosan nem ismerem, nem a horvát volt, hanem ez egy magas őszhajó. Igen. Itt mondják, hogy Danvárgy üssze. Igen. És ez az úr elmondta, hogy tartott egy előadást, hogy ő földön kívüli, és itt él természetesen az emberek között a földön. Na most később pár hónap múlva megtudtuk, hogy hát bizony utána bevonult az elmegyógyintézetbe, mert hogy ő egy skizofrénik volt. Tehát azért ezzel nagyon kell vigyázni, hogy valóban földön kívüliek élnek-e körülöttünk, vagy pedig beteg emberek próbálnak elképzelni dolgokat. Köszönöm szépen! Most megijedt, amit már én mondom, de csak túléljük, el is határolódik a csapat tőlem, de csak annyit, hogy Svédországban voltam kint egy ilyen expedícióval, talán annak idején a konferencián is beszéltem erről, csak nagyon röviden, ott nagyon sok kontakt személlyel találkoztunk, akik valóban, ez a Vártűszen, és még volt egy másik úr, akik hát eléggé drámai módon fölálltak az a pulpitus az asztalra, és mindenki ledöbbent, amikor egy ilyen két méterre magas forjorgas ember is elkezdte mondani, és védül az egy monológiát. Végülis csak az a lényege, hogy jártunk itt valóban, ott a kontakt személyekkel találkoztunk, illetve olyan tárgyakat mutattak, amik tényleg különösek, ami nem földi értelme. Csak ennyit. Azt pedig, hogy a dág így járt, az remélem nem a fényes jövő. Jó, gyakorlatilag még két kérdés van itt nálam. Az egyiket úgy hangzik, hogy milyen elméleti hasznosítási módjai lehetnek a Föld gravitációs erejének, például árapály, vizermővek, stb. Ezt használják már régóta, meg találmányok sora használja az árapály erőművek segítségével ugye a holdnak az energiáját, de én nem látok ebbe fényes jövőt. Tehát az kell, hogy a mindenkinek a pincéjébe meg az autójába ott legyen valami. Nem szabad arra bazírozni, hogy majd az angol partoknál meg a skót partoknál aztán a villany majd ide jön. Ez nem megoldás. Én úgy gondolom, hogy az a gravitációnak van egy eddig még nem kiemelt nagyon fontos szerepe. Azt tudnélik, hogy éltet bennünket. Nem csak azért, mert ide ragaszt a Földre és nem repülünk ki az űrbe,
hanem ez a gravitáció nevű jelenség mozgatja a Föld tisztító